Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket. Hát ebben a videóban játékosan fogjuk megnézni azt, amit a cívben is többé-kevésbé láthattok, igen, nem, talán, hogyan, miként, adott esetben mikor, ez természetesen nem mindegyik paklinál lesz majd. Általános videóban mindig benne van, hogy ami rezonál, azt vigyétek magatokkal, de igazándiból azt mondja, taró tud-e igen, nem választ adni. Időpontok megjelölésére alkalmas-e? Ez vitatott. Ebben a tekintetben sok mindenkinek eltér a véleménye, ezért is mondom, hogy fogjátok ezt most föl egy kis ártatlan játékként, kíváncsiskodásként, és akkor majd lesz, ami lesz, majd meglátjátok, hogy mi alakul ki valójában. Úgyhogy kérlek titeket, és felhívom a figyelmeteket, hogy ennél a videónál különösen legyetek tudatosak önmagatokra, a megérzéseitekre, és az, hogy hogyan álltok ahhoz, amit majd most mindjárt a kártya mutat nekünk. Tarókártyákat láttok alul, a karmakártyákat felül, 8 pakli van az asztalon, ebből tudtok választani, értelemszerűen felső sornál kezdjük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Hagyok nektek egy kis időt, hogy válasszatok, és természetesen majd a leírásban és a kommentek között legfelül most is meg fogjátok találni mindegyikhez az időbélyeget, hogy könnyen oda tudjatok ugorni, amelyik rész titeket érdekel, vagy amiben érintettek vagytok, amelyik iránt éreztétek, hogy hív titeket az a pakli. Megköszönöm előre a lájkokat, megköszönöm előre a megosztásokat, és azt is, hogyha feliratkoztok a csatornára, amíg eddig nem tettetek volna, hiszen ezzel tudtok támogatni engem, és igazániból a megosztással pedig sokat segítetek másoknak is, azoknak, akikhez pont a ti megosztástok által érkezik el a videó. Úgyhogy most egy kicsit átcsendesen, kérlek titeket, hogy ti is tegyétek azt, ha segítiteket, akkor nyugodtan vegyetek 3 mélyebb lassú lélegzetet, és utána hangolódjatok rá a kártyákra. Na hát akkor az egyessel kezdjük, gyors, rövid, sok esetben határozott, vagy épp kicsit bővebb válaszok, meglátjuk, hogy mit kaptok az igazság lapját. Mars a Skorpióban, 12-es ház. Az igazság lapjával nincsen egyértelmű válasz, vagy az egyértelmű válasz bővebb magyarázatra szorul. Mert hogy az ő válasz az, hogy a dolgok alapvetően kedvezőek, de csak bizonyos átgondolás után, bizonyos dolgoknak a figyelembe vétele, mérlegelése után, tisztáló megbeszélése után, ami a legőszintébb, a legegyértelműbb és a legcélra vezetőbb. Én még hozzá úgy, hogy mindenkinek a figyelembe veszed mindenkinek a terveit, a dolgait, a lehetőségeit, tehát nem egóból, vagy hogy mondjam, nem csak a saját szemszögedből, hanem minden érintett szemszögéből nézd meg kellene az egész dolgot, átvizsgálnod. Adott esetben néhányotoknak szembesülni azzal, hogy hát, hogy is mondjam, tehát nem fog feltétlenül mindenki a legbarátságosabban állni hozzátok, a legjobban támogatóan ott lenni. Ebben egyébként szélsőségeket mutat, szélsőségek megtapasztalását mutatja a kártya. És ezt mindenféleképpen ilyen figyelembe kellene vennetek. Ezt nem szabad reménykedni, és az emberek fele baráti szeretetére hagyatkozni minden esetben mindenkinél. És hát ebből adódhat az is, hogy
hogy mondjuk úgy, hogy adott esetben saját kezedbe is veszed az irányítást. Nyilván, akikről tudod, hogy keresztbe akarnak tenni, azoknak nem adod át, és azokkal szemben, hát kétszer is meggondolod, hogy kiteleges le alapjaidat, hogy elmondd el nekik, hogy mire készülsz, vagy mik a terveid, vagy mi az érintett téma. Tehát kedvező a helyzet a számodra, de rejt magában buktatókat, rejt magában lehetőséget, hogy adott esetben keresztbe tesznek, elárulnak, vagy jócskán megnehezítik a dolgaidat. De mondom, ott van a másik fele is, és talán ez okozhat dilemmát, hogy ki melyik a mérleg serpenyője közül ki melyikbe tartozik. Időpont, hát hogyha az igazságnak és hogy ennyire központi szerepben van a mérleg, akkor a mérleg jegyének időszaka az mindenképpen itt van, és mindenképpen jelentős. Ez szeptember 21 és október 20-ai időszak egyébként, de maradjatok végig nagyon jó szagonok, nagyon mértékletesek, objektívek és érzelemmentesek, tehát nem kell kiborulni, nem kell drámát csinálni abból, hogyha látjátok, hogy valaki mondjuk, hogy megnehezíti a dolgot, nem keresitek a mérleg másik serpenyőbe, ki való kiillik, és mi is megtaláltátok, remélhetőleg előrébb is juttok a dolgokba. Egy másik, mondjuk így, hogy hát nem dátum, de egy másik időpont, ha nem a mérleg időszak egyébként, amit szintén az igazságosság lapjok küldött számítok, hogy amikor a legkevésbé számítotok rá. Na, hát kedves egyes pakli, ennyi volt a ti válaszotok a kérdése. A lehető legtöbb jót kívánom nektek. Sziasztok! A kettes pakli. A mértékletesség és a kiegyenlítődés lapja jött számotokra. Ami egyébként megint egy kedvező lap, tehát mondjuk úgy, hogy igenleges a válasz, vagy az ígék az áldást adják a dologra, a helyzetre, a szituációra. Itt azért a Vénusz, a mérleg, ugye a mérlegnek az uralkodó bolygója a Vénusz, és az egyes ház van itt, úgyhogy mindenféleképpen azt hiszem, hogy valamilyen kapcsolat szerepet játszik a te kérdésedbe, adott esetben vagy egy kapcsolatra kérdeztél rá, hogy hogyan alakul, hogyan hozhatnád rendbe, és a többi, vagy a témába, amire rákérdeztél, valaki jelentős szerepet játszik, adott esetben akár jelentősebbet is, mint azt gondolhatnád, mondjuk úgy, hogy meg kell nyerni az ügynek, vagy a közreműködését, vagy az áldását, vagy a segítségét, vagy bármi, vagy csak a támogatói jelenlétét, vagy csak az, hogy ne akadályozzon. Ahogy mondtam, a mérlegnek kedvező a jelentés tartalma, időpontból már nem ilyen határozott. Ugyanis egyrészt vagy jelölheti a tavaszt, vagy pedig akár az egész éves időszakot, tehát elég határozottlan a válasz. Más értelmek szerint pedig a vihart jelöli meg, a vihar utáni időszakot, tehát a problémák, mihez probléma, mihez nehézség van, ezt úgy kell értsétek. Vegyétek elő ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta attitűdöt, amit mindjárt a karmakártyáknál kifejtek. Ezen a kártyában is ugyanúgy itt van a mértékletesség, a visszafogottság, ugye Vénusz mérleg, és tehát ugye a mértékletesség, tehát mindenhol ez az egyensúlyba hozni a dolgokat, harmóniába hozni a dolgokat. Nem csak a karma kártya, a taró kártya is ezt mondja. Sem egyik, sem másik véglet, vihar után egyből harmonizálni a dolgokat, egyből helyrehozni a dolgokat, egyből lépni, egyből cselekedni. Sokan hiszik, akkor nem a karmakártyák is ezt mondják, tehát azonnal ápold a kapcsolatot, vagy azonnal hozd rendbe, vagy rögtön hozd rendbe a kapcsolatot. Illetve közvetlen, tehát ne halogass, és ne passzold át másnak, ne számíts arra, hogy majd akár a másik fél. Te nektek kell lépni, te nektek kell, hiszen itt az első ház az rendkívüli hangsúlyt fektet arra, hogy ti, tehát ti hogyan álltok, ti hogyan irányítjátok ezt a kapcsolatot. Egyébként is ezt mutatja, hogy élvezd
az életet úgy önmagán, ez látszódjon rajtad, látszódjon a szépség, látszódjon az, hogy milyen dolgokat szeretsz, milyen dolgokat élvezel, milyen dolgokban merülsz bele. Tehát egy ilyen nagyon finom, nagyon nőies, nagyon lágy energiát mutat itt majdhogy nem mind az összes kártya. Ha eddig nem fordítottál figyelmet, akkor bizonyos embereket meg tudsz nyerni az ügynek, vagy önmagad számára. Ha azok érdeklődnek a művészetek iránt, akkor az egyértelmű kapocs lehet, vagy egyértelmű út lehet mondjuk úgy a szívükhöz, vagy az akaratokhoz, nem is tudom, tehát az együttműködésükhöz. Hát ugye itt tudni kell, hogy a másikat mi érdekli, oda kell rá figyelni, valamennyire készségesnek kell lenni. És igen, tehát ez most itt azért nem arról szól, hogy megjátszott dolgok, itt a figyelmességről van szó, és igazándiból arról, hogy amit önmagadból is tudsz adni, amit egyedül is, nem csak a partnerrel, hanem egyedül is megtennél, megcsinálnál, tehát nem teljes mértékig kompromisszumos dolgok, vagy inkább mondom úgy, hogy a közös útnak a megkeresése, megtalálása, amit magadtól is szívesen, és vele is szívesen megteszel, hogy átéljétek, és megtaláljátok ezt a harmóniát. Itt valami félre lehet csúszva, valami olyan, ami egyébként nem elejtéltetett, vagy nem kell, hogy problémás legyen a jövőbe, abszolút helyrehozható és abszolút rendezhető dolgot mutat a kártya. De ahogy mondtam, azonnali lépésekkel, azonnali reakciókkal és nem késlekedéssel, vagy pedig azzal, hogy vársz valaki másra. Na ennyi volt a ti üzenetetek, én remélem, hogy tudott segíteni. Legközelebb találkozunk, sziasztok! Hármas csoport, nézzük a ti válaszotokat. A kasztott ember. Jó, hát ők is szépen egyértelműen egymásra utalnak. Hát az akasztott emberre azt tudni kell, hogy ott az igen, nem talán közül egy negyedik válasz. Nem most van itt az ideje a döntésnek. A másik megközelítésből sem túl kedvezőbb a helyzet, ott azt mondja, hogy meg kell várni, amíg bizonyos körülmények változnak. Tehát itt nem lehet türelmetlenkedni, nem lehet kapkodni, meg kell várni, hogy néhány dolog a helyére kerüljön, vagy lefusson a háttérbe, vagy átalakuljon, vagy benned, vagy a többi szereplőbe, vagy valamilyen körülmény. Tehát itt nagyon nem állnak még készen a háttérbe a dolgok. A karmakártyák hasonlót mondanak neked. Próbálnak emlékeztetni a távolabbi céljaidra adott esetben az, hogy ezeknek mi a fontosságuk, egyáltalán fontosak-e, élethalál kérdése, vagy megérdemlik-e, hogy úgy foglalkoztál el, mint hogyha élethalál kérdése lenne, vagy van még idő annak ellenére, hogy te érzel bizonyos sürgető érzést, mert kényelmetlennek, vagy kiszolgáltatottnak érzed akár magadat. Arra kér, hogy gondold át, akár napi szinten, lépésről lépésre, tehát az életed leggyakorlatilasabb, leghétköznapiasabb valóságában is azt, hogy hát egyébként mennyire van a te kezedben a döntés, hogy jó-e, hogyha forszírozod a dolgokat. Valószínűleg sok mindent még nem látsz át. Lehet, hogy sok mindenről még nincs tudomásod. És hogyha ezek az információk beérkeznek, akkor meg adott esetben akár teljesen más is lehetne, vagy lehet majd a véleményed. És ebből a szempontból pedig a következő üzenet arról szól, hogy szintén arról, hogy nincs még itt az ideje, hogy az öt esetben kiátszd a kártyáidat, az emberek segítségét kérjed. Valahogy itt azt érzem, hogy te szeretnél gyorsan hajtanál dolgokat, miközben, ahogy már mondták a kártyák, még nem érett meg a helyzet. Előfordulhat, hogy valakinek mondjuk, hogy lehívsz egy szívességet, és lehet, hogy ez az utolsó szívességed, és többet nem fog neked megtenni. És hogyha előre előd a lehetőségeket,
akkor mire már eldördülne a startpisztoly, és tényleg már valójában a dolgok beindulhatnának, addigra neked már nincs tartalékod. Tehát oda kell figyelni, nem csak a saját magad, hanem mások lehetőségeire is, hogy ki mikor tud, ki mikor képes arra, hogy együttműködjön, vagy segítsen neked. Tehát valószínűleg az ő forrásaik, vagy lehetőségeik sem végtelenek. Valószínűleg azok is nagyon végletesek, tehát okosan kellene majd tudni, de majd, tehát nincs még itt az ideje, sajnos. Ezt mutatják a kártyák, kedves hármas papi. Hát ennyi volt az üzenet, én remélem, hogy azért tudott segíteni, és azt is, hogy legközelebb találkozunk. Sziasztok! Négyes csoport, nézzük nektek, milyen kártyák érkeztek. Az erőlapja. Na. Hát nem hazudtolták meg a karma kártyák, csodálatosan működnek. Az ember hiába foglalkozik kártyákkal hosszú-hosszú ideje, mindig újra és újra rá lehet döbbenni a tökéletességükre. Mondom, mi a helyzet az erőkártyájával. Nyilván csak is kedvezőlhet, hiszen itt egy vérszomjas vadállatot, egy vérszomjas fennevadat is megszelídít a hölgy, szóval igen, kedvező eredményeket mutat a kártya. De hát itt is egyfajta szelídséggel győzte le, és többet észre, mint erővel mondja az erőkártyája, és a karma kártyák is, amik itt szépen alul sorakoznak. Idő szempontjából egyébként azt mondja majd a kártya, az erőkártya, hogy abban a pillanatban, amikor elfogadod, ezt jelöli meg egyrészt időhatározóként, tehát egyfajta teljes odaadás, a dolgokba való teljes belemerülés, vagy teljes elhatározódás, mert ugye ez arról szól, hogy integrálom önmagamba azt az énemet is, aki kicsit vadabb, aki kicsit fékezhetetlenebb, és irányítást, kontrollt nyerek felette. Nem fog tudni nyersen kitörni, de ugyanakkor, tehát negatív energiái, negatív tulajdonságai nem érvényesülnek, csak is kizárólag a pozitívak. Azzal a logikus, gyakorlatilag innen, amit itt a Merkur és az ikrek a célokkal kapcsolatosan gyönyörűen bemutatnak szintúgy. És hogyha itt van az oroszlán kártya, és konkrétabb időpontot szeretnénk megjelölni, akkor ez természetes, hogy az oroszlán havát mutatja, amiből már nincs sok hátra július 21-től augusztus 20-ig tartó időszak, tehát ez lehet egy ilyen dátum, de természetesen itt a nagy jelentést tartom, tehát hogy abban a pillanatban, amikor elfogadtad, amikor érzed magad, hogy kész, indulhat teljes szívből a dolog, szóval ennek a kettőnek valahol egybe kell, hogy essen. De egyébként ezzel a kártyával nem csak az oroszlán időszaka van itt, hanem van egy másik is. Ez májustól októberig. Közelnek is van a történethez, ugye az oroszlán az analóg rózsával, és hát mondjuk úgy lehet ez megállapítani, hogy amikor a rózsák nyílnak, ez ugye májustól októberig terjedő időszak, szóval ezeket jelölte meg számotokra, és mindjárt mondom a karmakártyák válaszát. Azt ugye már mondtam, hogy mérlegikrek és a tízes ház, hát ez miért természetesen azt mondja, hogy felelősségteljesen kell kommunikálni azt, amit tudsz, vagy amit tudni szeretnél, tehát itt is, tehát nem elnyomom, hanem egyfajta merkúri semlegességgel, de az ikrek is semleges, hát nyilván az ikrek ugye uralkodó bolygója, a Merkur, tehát pártatlan, nem elfogult, úgy tud megbeszélni, úgy tud kommunikálni. Hát ugye úgy tudjuk teljes szívvel odaadni magunkat, hogyha egyrészt nem félünk, másrészt nem bakít el minket semmi. Erre hívja fel a figyelmeteket. Illetve azt mondja, hogy gondold át, analizáld, mondj részén, vizsgáld meg mikroszkóval, nagyító alatt, hogy mit gondolsz.
a sikerről, hogy ez neked miért fontos, ez számodra mit jelentene, egyáltalán mi a célod, konkretizálni, tisztázni akár saját magaddal, akár másokkal is. De egyébként is teljes mértékig a gondolatiságra és a fejre helyezi a hangsúlyt, nem csak a tarotkártya, ez a két kártya is. Tehát amit ki tudsz következtetni, amit kitalálsz, amit megszervezel, eltervezel, azt használd föl a saját javadra. Keresd meg, hogy lehet a leggyorsabban, a legegyszerűbben, a legcélra vezetőbben elérni azt a státuszt, amit szeretnél, azt a tudást, ami szükséges, vagy azt a pozíciót, ami kell ahhoz, hogy dönteni tudj. Tehát itt valamit tenni kell, valami várat magára, és miért azt megtudod, miért azt letisztázod magadba másokra, elindul a dolog, és zöld jelzést tud az erőlapjával, hát nem is igen lehetne megállítani. Úgyhogy kedves négyes paklit választók, nagyon szép üzenetet, nagyon szép választ kaptatok. Én remélem, hogy így is fog alakulni a dolgotok, össze tudjátok szedni azt az erőt, azt a kontrollt önmagatok, vagy a helyzetetek felett, amire szükségetek van ahhoz, hogy sikerre vigyetek az ügyeteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem még találkozunk. Sziasztok! Ötös csoport, nézzünk titeket! A világkártyája jól kezdődik. Na, Szaturnusz, Bika 4-es ház, hú, erős földies energiák, biztonság, kezdjük a világkártyájával, némileg ellentmondásosak, vagy hogy mondjam. Na, kezdjük az elején. A világ kártyája abszolút és minden kétséget kizáróan a legkedvezőbb dolgokat ígéri, mutatja nektek, amit aztán majd mindjárt a karma kártyák kicsit árnyalnak és elmondanak néhány olyan nem is apró részletet, amit fontos figyelembe venni. De előbb mondanám az időszakokat, amit jelöl. Hát mivel a világ kártyája így unplugged, tehát nincs túl jó hírem abból a szempontból, hogy unplugged az egész évet jelöli, vagy ha valamit mégis kell, akkor ugye itt a nyarat jelöli, azokat az időszakokat, amikor felszabadultabbak vagyunk, de ezt is majd valamennyire megfordítja itt a Szaturnusz természetesen a maga a komolyságával. Adott esetben a szabadságokat, a nyári szünetet, a nyári utazást, tehát minden olyan időszakot, amikor élvezzük a dolgokat, és a helyzet az, és nyilván nem véletlen, hogy a lap jelentés tartalmából adódik, hogy a másik rendszer szerint az időpont az Isten időzítésre múlik, tehát egyrészt nem rajtad, másrészt hát lesz, amikor lesz. Azért igen, tehát ez is egy igenlő válasz, mert persze lesz majd, De akkor, amikor majd az égiek úgy akarják, amikor majd minden egybevág, hogy mondjam, valószínűleg itt a szabad akarat ebből a szempontból már nem annyira él, tehát valószínűleg itt a dolgok már beindultak, már mozgásban vannak, nem igazán lehet ezen a képen, vagy ezen a szálon már sokat változtatnotok. Érdekes, hogy ő maga is egyfajta olyan energiáról beszél, hogy megtaláltad a helyedet a világban, és azért itt a négyes házzal, hogy itt van az otthon. A bikával itt van az a hely, ahol biztonságban érezzük magunkat, ahol jól érezzük magunkat, ahol földelve érezzük magunkat. Szóval valamiképpen ez biztos, hogy fontos szempont. Egy fontos cél megvalósulását jelz, úgyhogy a tarókártya is, úgyhogy igazándiból ez is egybevág, de nagyon reális és gyakorlatilag dolgoknak a figyelembevételét kéri tőletek a karma kártya, a hiedelmeiteket, az elképzeléseiteket, a terveiteket illetően, és valamiképpen visszautal a múltra. Ha olyasmire készülsz, hogy olyan dolog áll előtted,
ami már a múltban is megtörtént, akkor az ottani tapasztalatok, az ottani élmények, azok kiindulók lehetnek a számodra, hogy reálisan lásd a dolgokat. Mert lehet, hogy valami nincs teljesen úgy, nincs teljes mértékben az szerint, ahogy gondolod a dolgokat. Néhányatoknak azt is mondja, hogy figyeljetek jobban oda, arra a bázisra. Ez lehet az otthonotok, ez lehet a családi költség, ez lehet a kapcsolat, a családi költségvetés. Tehát ami tényleg számotokra most a bázis, az az alap, ami megingathatatlan. Na, arra egy kicsit legyetek tudatosabbak, kicsit legyetek figyelmesebbek rá, tegyetek több mindent a tekintetbe, hogy ott se csúszhasson semmi hiba a gépezetbe, tehát nagyobb odafigyelést igényel ez a terület. Tehát olyan, mint hogy tulajdonképpen ez az idő, mert hogy Isten időzítés, és amíg az telik, amíg el nem érkezel arra az időpontra, azt mondaná a kártya, hogy egyrészt, hogy várjál, és ezt az időt használd fel arra, hogy minél biztonságosabb legyen a helyzeted, a szituációd, vagy bármi, ami aktuális, ami ezzel kapcsolatos. Nem feltétlenül a leggyorsabb út, a legegyszerűbb út, a célra vezető, a legbiztonságosabbat kellene választani. Tehát nem a gyorsaság, vagy nem az idő kellene, hogy most a legfontosabb tényező legyen, hanem az, hogy a dolgok jól menjenek, hogy a dolgok biztosan jól menjenek. Nos, kedves ötös csoport, ez volt a ti választatok, én remélem, hogy tudott segíteni, hogy rezonált veletek, és azt is, hogy minden jól alakul, és még pluszba ezt is, hogy legközelebb találkozunk. Sziasztok! Hatos csoport, nézzük meg a kártyáitokat. Halál kártyája. Plutó, az alvilág ura. A szűzés a hetes ház, kapcsolati rendszerek. A halál kártyája az kedvezőtlen esélyeket, helyzetet mutat, vagy pedig kategorikus és végleges nemet. Tehát ő maga is, és nyilván a Plutó is visszavonhatatlan emulás jelképezi a befejezést, egy dolognak a végleges lezárását. Most ebből a szempontból, amikor jött nektek az a válasz, hogy nem, hogy kedvezőtlen a helyzet, akkor nem tudom, hogy mennyire van értelme időpontot nézni, mert ha most ezt kérdeztél, hogy valami megvalósulna, és az a válasz, hogy nem, hát akkor nyilván ahhoz kötődően nincs időpont. Ennek ellenére elmondom, hogy ez a kártya azért a télvégi időszakot, vagy a halottak napját tudja jelölni, illetve egy olyan más értelmezésben pedig azokat az időszakot kaptam, amikor mondjuk úgy, hogy készen áll az ember arra, hogy eltávozzon, vagy neki kezdjen a dolgokkal. Tehát itt a lényeg az, hogy amikor készen vagyok, amikor készen állok, amikor felkészültem, a kaszás megjelenésével szokták még az aratás időszakát is megjelölni, hogy ez ugye pont ez a július-augusztus időszaka. Tudom, hogy túl sok időpontot mondtam már, és nem is biztos, hogy kellene nektek időpont. Nem véletlen ez a kis átláthatatlanság itt a dolgokban, én szerintem. Tehát ez egy általános videóban nyilván nehéz megmondani, hogy miért, ezt sajnos látok már ez a feladat, hogy miben rezonál veletek. Karmakártyák. Hát a karmakártyák azok, ahogy mondtam, a kapcsolati rendszerekről beszélnek, arról, hogy segítőkésznek, megértőnek, diplomatikusnak kellene lenni. Megismerni ezeknek a kapcsolatoknak a lényegét, a mozgatórugóját, a szívét, lelkét, hogy mi rejlik mögötte, adott esetben amögött, hogy nem. Csinálj, do or die, vagy tedd vagy haj meg, vagy szó szerinti fordításban, ugye, hát igazándiból
ez megint egy ilyen éles határt húz nekünk, mint a halál. És erről szól, tehát meg kell tenni, amit meg kell tenni. Ha menni kell, akkor menni kell, és figyelni kell arra, hogy minden tisztességesen, minden diplomatikusan, dráma, nehézség és probléma nélkül menjen végbe. Ebben az esetben ez valamiért nagyon fontos, egy méltóságteljességet látni, egy méltóságteljes lezárást. Hát nem tudom, hogy kinek milyen hír ez, mert nyilván, ha egy vállóper előtt állsz, vagy bármely más peres ügy előtt, akkor ez egy jó hír, mert azt is jelentett, hogy igen, meg lesz az ítélet, igen, vége lesz, és igen, fair, korrekt, mind a két fél számára kielégítő helyzet, szituáció adódik. Amikor az ember maradni és tartani szeretne valamit, akkor pedig nyilván ez egy kihívás ennek a kártyának az üzenet, vagy nehézség. Én remélem, hogy azért ez a hetes házi hangulat, ez az, hogy figyelünk egymásra, és tudunk egymásnak segíteni, és tudunk egymáshoz korrektek lenni, ez azért mindenkinél egyaránt meg fog nyilvánulni, és meg fogja könnyíteni a helyzetet, akár így vagy úgy. Hát köszönöm szépen, kedves hatos paktit választók, hogy megnéztétek a videót. Remélem, még találkozunk. Sziasztok! Sziasztok, kedves hetes paklit választók! Nézzük a kártyáitokat. A főpap. És az Uránusz. Micsoda ellentétes energiák vannak itt. Igen, hát körülbelül, mint a Szaturnusz és az Uránusz, ugye a rendszer és a rendszeren kívüliség. Na nézzük, hát a főpapnak a kártyája az megint, hogy igen, nem vagy talán, megint megragad egy negyedik lehetőséget, azt mondja, hogy még ne dönts. Várja, míg az összes lehetőség kibontakozik előled. Valószínűleg vannak itt még dolgok, amik érkezőben vannak feléd, és amiket maximálisan a saját magad javára vagy ügyére tudnál fordítani, ugye a nyilas magam nagyszerűségével, optimizmusával, tüzes elemével, kreatív energiáival abszolút alá támasztja. Ezt, és az Uránusz is a gyors, hirtelen változtató képességével. Ha időpontot akarnánk mondani, akkor a főpap nyújt nekünk egy következő ellentmondást. Lehet egyébként, hogy ti értitek és megélitek ezt az ellentmondást, valami furcsa módon, ha így van, kérlek, írjátok meg akár kommentbe, akár az e-mail címemre, hogyha esetleg nem lenne publikus. Az egyik válasza az időpont tekintetében, hogy évek. Tehát évekről van szó, akár egy év, akár annál több idő is, mert azért a hosszú távú dolgoknak, a mély dolgoknak, az elnyúló dolgoknak a megjelenítője ő. És a másik jelentés tartalma pedig az, hogy ennek már vége van. Tehát valami, ami lezárult, vagy valami, ami már megvalósult. Hát az, hogy tudjátok, hogy mi ez az ellentétes megoldó kulcs, akkor, ahogy mondtam, ne tartsátok magatokba. Lehet egyébként, hogy egy bizonyos ponton, vagy egy bizonyos dologba beragadtál, és azért itt ebben változás várható, egy ötlet, vagy egy megvalósulás formájában, mert mondom, akkor a karmakártyákat, ők is azt mondják, hogy jól lenne itt a dolgokat kicsit fölrázni, kicsit felkavarni a helyzetet, és megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak még benne, hogy mit rejt még magába, milyen ötleteket rejt még magába, mert van még valami ott, ahogy már a főpap is mondta. És igazániból lehet, hogy nyitottnak kéne lenni, mert lehet, hogy néhány dolgot elvetettél, mondjuk, hogy lezártnak tekintettél, és akkor itt már föl is oldódik néhányotoknál ez a lezártnak, milyen érdekes itt a két kulcs, meg is oldódik ez az időbeli ellentmondás, ami egyrészt azt mondja, hogy lezárult, másrészt pedig azt mondja, hogy
Ugye azt mondta, hogy itt még fognak dolgok változni, vagy itt még ne dönts, mert még lehetőségek adódhatnak a te számodra. Szóval a karmakártyája is ezt mondja. Talán meg kellene figyelni, meg kellene vizsgálni még egyszer az ügyet, jobban megnézni, talán olyan dolgokat, amiket eddig szentírásnak vettél, vagy ilyen szentírásnak vettél, vagy megvalósíthatatlannak, vagy valamilyen módon lehetetlennek, érinthetetlennek. Szóval lehet, hogy azok nem is annyira biztosak, és lehet, hogy lenne mód arra, hogy mégiscsak valahogy megvalósuljanak a dolgok. És igazándiból a következő üzenet is ez, tehát hogy ki kéne találni ennek a módját. Meg kéne találni, hogy ezt hogyan vidd keresztül, hogy ezt hogyan valósítsd meg, hogyan mutasd meg a világnak, hogyan prezentáld adott esetben, ha kell másokat, hogyan nyerjél meg az ügy számára. Mert itt ugye egyrészt oké, hogy te magad megtalálod, de itt még nekem azt is mutatja a kártya, hogy itt még ezt többen érintettek lehetnek ebbe, tehát valamilyen szempontból. Ez nem csak a te magán és egyszemélyes ügyed, ami senkit és semmit nem érint, hanem azért itt vannak még emberek, akiknek mondjuk úgy adott esetben akár áldását kell adni rájuk. De itt nagyszabásúbbnak és több lehetőséget tartogatónak kellene tekintened ezt a bizonyos ügyet. Kedves hetes paklit választók. Hát ennyi volt a ti választotok, igazán izgalmas a helyzet. Nézzétek meg, hogy milyen rejtett potenciálok, rejtett lehetőségek, rejtett megoldások vannak benne, mert a nyilas az egyébként is ennek a képviselője, ugye? Egyetlen egy íjjal célozza meg a napot, mert tudja, hogy az az egy, az pont elég lesz, azon sikert arat, tehát mértéktelen az optimizmusa. Tőletek is valami hasonlót kér a tarók kártya és a karma kártyák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem még találkozunk. Sziasztok! Na, akkor nézzük meg, kedves 8-as papi, az utolsó csoportnak milyen kártyák érkeztek. Császárnő. Abszolút kedvező, hát ő maga ugye a teremtés királynő, vagy nem tudom, hogy istennője, a bőség istennője. És itt van nektek a nap, a hold, a női energiák, és a hatos ház, a szolgált, az megint egy szép alázatos energia. Finom, lágy energia mindez. Ahogy mondtam, természetesen a császárnővel mindig kedvező kimenetet, kedvező időszakot jelent, tehát mondhatjuk úgy, hogy rábólint a ti ügyetekre. Időpontot tekintve egyrészt, ugye hát mivel a bőség, a termés, és ugye itt van a hatos ház is, tehát ez mindenféleképpen az aratásnak az időszaka, vagy a betakarításnak az időszaka, ami egyrészt ugye tehát júliustól szeptemberig elhúzódik, ugye attól függ, hogy épp mit takarítunk be, de ezért itt a hatos ház, az megint ugyanúgy hozza a szűzjegyet, és azt az időszakot, ami így az ősznek az elejét képviseli. Mondjuk úgy, akkor ilyen értelem, hogy elérkezett az aratás ideje, hát a ti életetekben is valamilyen módon ezt jelöl, hogy elérkezett a dolgoknak az ideje, hogy megvalósuljanak, vagy hogy végbe menjenek, vagy hogy megszülessenek. Más esetben megfogalmazzanak, akár szó szerint, vagy akár rátvitt értelemben. És azért az ő esetében azt is hozzá lehet tenni, hogy bármilyen kilátástalannak, bármilyen reménytelennek is tűnjön az ügy, a legteljesebb sikernek néztek elébe. Hát a nap kártyája, pedig a karma kártyák közül ezt abszolút megerősíti, és ami kételyt nem hagy bennünk. E felől, hát azt mondja, hogy mutasd ki az érzéseidet. Mindig, és állandóan. Ez ugye a teremtés állapot, hogy ragyogj, tehát hozz létre, vagy éld meg azt, amit még csak eljövendőbe szeretnél látni, amit megvalósítani szeretnél.
teljes munkaidőben azt mondja, tehát mondjuk úgy, hogy amikor csak teheted, amikor csak tudod, amikor csak alkalom van rá dolgozni, és munkálkodj azon, és engedd, hogy a dolgok áradjanak feléd. Igen, és a múlt dolgai, mert azért itt van ez is a rákkal, tehát a múltbeli tapasztalatok, a múltbeli élmények, nehézségek, különösképpen, hogyha ezek egészségügyi problémák voltak, akkor azok semmiféleképpen se gátoljanak, tehát ha nem képzeljétek azt, hogy azért, mert már egyszer, akkor az majd még egyszer és most ismét. Tehát akinek esetleg betegség tudott, az nyugodtan vegye le, sőt, nyugodtan dobja le magából, képzeld, de dobjátok bele egy tálba, amiben tisztító tűzék, ez lehet az ibolya színű láng is adott esetben, és ne engedjétek, hogy befolyásol legyen rátok. És hogyha nem egészségügyi terület, akkor szintén, tehát bármi is, ami történt, vagy nem működött a múltba, ez nem törvényszerű, hogy ugyanúgy legyen. Erről szólt, tehát ez már a tarókártya is mondta, bármilyen reménytelennek és bármilyen kilátástalannak is tűnik, siker koronázza a terveiteket. És hát a nap, ugye, az... Hát miért? Ugye ne, hogy a múlt korlátozzon, hogy befolyásolja. Hát ugye egy vezetőt, egy napszerű vezetőt, ez nem, hogy ez semmi nem fog befolyásolni. Rendíthetetlen hitem, a rákkal pedig megérzésetek van. Tehát hallgassatok a belső megérzésetek, a sugallatokra, hogy minden rendben lesz, hogy minden megvalósul, hogy mindent el tudtok érni. És fordítsatok erre egy kicsit több időt is. Tehát az uralkodó nő nagyszerűsége, teremtő képessége, ez ebben van, hogy nem különül el tőle a főpapnőnek a tudása, egyszerűen csak az a terület, a gyakorlatiasabb, hétköznapiasabb, fizikai szintű terület, az, amiben más, de ugyanúgy megvan a tudása, a képessége és a lehetősége egyaránt mindenre, így az intuíciókra is. De ha nem így lenne, akkor a rákjegy egyébként is behozza ezt nektek. Csak a rústosság, vagy az akaratosság, az észbeli dolgok tudnák ezt, vagy adott esetben az élfajászat tudná itt a dolgokat megakadályozni, de erről itt szó sincs, sőt, hát ugye mutatja itt a szolgálatot is, tehát a tenni akarást és a tenni tudást a dolgok érdekében. Úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon szép időszak előtt álltok, és remélem, hogy minél több szép és jó dolog érkezik az életetekben, és azok maradéktalanul meg is valósulnak, mihelyest itt az aratás ideje. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen nektek is, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem még találkozunk. Sziasztok!